Elektromos autókat kapnak tehát az egészségügyi intézmények. A 3 milliárd forintos fejlesztés célja, hogy környezetbarát járművekkel gyarapodjanak a kórházak és a vérellátó intézmények. A tervek szerint 2030-ra az állami gépkocsi park harmada elektromos meghajtású lehet. Biztonságos dobozokba helyezik a vérkészítményeket az országos vérellátó szolgálat állomásán. Majd autóba teszik és elszállítják. A szolgálatnak eddig benzines és dízeles autói voltak. Hamarosan azonban 15 elektromos kocsival bővül a gépparkjuk. Az új járművek miatt hatékonyabban tudják végezni a munkájukat, és közben a környezetet is óvják. Szerintem ez nagyon fontos, hogy példát mutasson az egészségügy, hogy hozzájárul a környezet, a lakókörnyezetünk tisztaságához, csökkenjen a környezetszennyezés, hiszen azért hát ezek a kocsik gyakorlatilag nem szennyezik a környezetet. Míg azért az öregebbi gépjárművénkről ez nem minden esetben mondható már el. Egyelőre a parkolóban állnak, hamarosan azonban 90 egészségügyi intézménybe kerülnek ezek az elektromos autók és a hozzájuk tartozó töltőállomások. Egyetlen gombnyomással indul, zaj nélkül közlekedik és nem bocsát ki káros anyagokat. Az emberi erőforrások minisztere elmondta, a 249 jármű beszerzésére 3 milliárd forintot fordított a kormány. 200 kilométert képes egy töltéssel megtenni, 90 kórház vérellátását, sürgősségi szállításait, beteg szállításait, egészségügyi dolgozók szállításait lehet ezzel az új gépparkkal megoldani. Kásler Miklós hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 2030-ra az állami tulajdonban lévő gépkocsipark 30%-a elektromos meghajtású legyen.